Dr. Lator Géza feljegyzések szerint 1889-ben született Máramarosszigeten, halálának helye és időpontja azonban ismeretlen. Jégkorongozóként a BKE, a budapesti korcsolyázó egyletjátékosa volt. Ő volt az első magyar jégkorong válogatott első csapatkapitánya. Játékosként több világeseményen is részt vett a nemzeti csapattal, szerepelt az 1927-es bécsi és az 1929-es budapesti Európa-bajnokságon, jégre lépett a világbajnokságon 1930-ban Chamonix-ban és 1931-ben Krynicában, de a története során először téli olimpián játszó csapatnak is tagja volt 1928-ban Szent-Moritzban. Később a magyar válogatottat szövetségi kapitányként vezette a 35-ös davoszi VB-n és a 36-os Garmisch-Partenkircheni téli olimpián. Ő volt az 1942-ben megalakult Magyar Jégkorong Szövetség első elnöke. 2011-ben posztumusz választották a Magyar Jégkorong Hírességek Csarnokának tagjává. Legendás személyiség volt. Életének több momentumát sem dokumentumok, hanem legendák őrzik. Erről azonban már unokatestvérének fia, Lator György mesél. Érdekes, hogy Géza bácsi jégkorongozott, és a családban én nem ismerek mást, aki ezt a sportot űzte volna, vagy egyáltalán csak közel került volna a jégkoronghoz. Ahogy én őt így a saját gyerekkori emlékeimből ismerem, az a hihetetlen mértékű optimizmus, ami ebből az emberből sugárzott, akit 45 előtt azért ültettek le, mert baloldali volt, 45 után azért ültettek le, mert jobboldali volt, szóval valahogy mindig szembe volt valami irányvonallal, De a magyarsága, és az, ahogy ezt a magyarságot megélte, az valami káprázatos volt. Hogy a katonazenekarnak az intonációja. Szóval az, hogy én, mit tudom én, 5-6 éves koromban a térdén lovagoltam, miközben a magyar katonazenekar fújta valamelyik indulóját, és ez egy gyerekkoromnak ilyen szép vasárnapjai voltak, tehát ez az volt, hogy jön a Géza bácsi, akkor ott műsor lesz, ott program lesz, és jó kedv lesz. És hát egy ember, akiről a családban az a legenda járta, hogy gyalog jött haza a Szovjetunióból, ahol ezt meg nem tudom mondani, hogy hadifogságból, vagy Málenki robotból, vagy valami egyéb ilyen társas utazás gyanán volt őkint, de onnan gyalog ő hazajött, tehát meglépett, hazajött, vonatra kapaszkodva, gyalog, stb., hogy így, hogy úgy. Azt úgy hozzáteszi az anekdóta ebben, nem tudom, hogy megint csak mennyi igazság van, hogy a vödör, amit hozott magával, mert hogy ha valaki vödörrel megy valahova, azt nem kérdezgetjük, mert az vízér megy. Ebből eredendően ő bármin keresztül tudott akkor jönni. De állítólag mire hazaért a vödör alja, lukas volt. Na most mindegy, az anekdóta akkor is önmagában szép és kedves, de valahol azt mondom, hogy ha valaki, akkor a Géza bácsi megcsinálta. Tehát ő volt az az ember, akire tényleg úgy emlékszem vissza gyerekkoromban, hogy mindegy, hogy mi érte. Ő akkor is trombitált, ő akkor is jókedvű volt, neki úgy a hátára rá lehetett rakni egy téglafalat. Szóval hihetetlen volt. Ami a számomra érdekes, hogy mutattam ezt a családfa kutatást, amit apám segítségével végeztek el. Megmondom őszintén, hogy nem találtam meg benne Isten igazában Géza bácsit. Ami elképzelhető, hogy ő volt, de ezt nem tudom. Tehát, hogyha minden igaz, akkor Dr. Lator Géza az ön édesapjának az unokatestvére volt. Hát elméletileg igen, de ebben nem vagyok 100%-os biztos. Abban sem vagyok biztos, hogy ő doktor volt. Én így, hogy Dr. Lator Géza, így soha nem hallottam. Én mindig csak úgy hallottam, hogy jön a Lator Géza, vagy jön a Géza bácsi. És a doktor az valahol mindig elmaradt. Na most az az érdekes, hogy nyilván amikor én kisgyerekkoromban itt találkoztam vele, ő már azért túl volt a 20-on, tehát lehet, hogy már nem volt doktor, mert nyugdíjba volt, vagy bármi olyasmi, ami kvázi úgy elfette a doktori titulust. Azt sem tudnám megmondani ebből következően, hogy jogász volt, vagy orvos.
mert apámról tudom, hogy ő jogász volt, ő úgy volt doktor, de nem volt orvos soha. De Géza bácsiról még csak ezt sem tudom. Az az érdekes, hogy valamilyen előre meg nem határozható oknál fogva a család, akár az ő családja, az nem tudom, hogy miért, de nem volt azok között a témák között, amelyek nálunk megvitatásra kerültek. Tehát nem is ismerte? Nem ismertem. Nem ismertem a családját, egyáltalán, személyesen egyáltalán nem, de még így hírből se, ami ugye könnyen elképzelhető, hogy az lehetett az oka, hogy azért gyerek lévén mondjuk nem töltöttem 3-4 órát a Géza bácsival, hanem megvolt a lovaglás, a trombitálás, stb. Megvolt a közös ebéd, aztán én mentem ugye játszani, Géza bácsi meg beszélgetett a szüleimmel, és ezek a témák, ha szóba kerültek, akkor nyilván ott kerültek szóba, tehát én nem voltam jelen, amikor ez szóba kerülhetett, vagy ha netán jelent voltam, hát gyerekként lehet, hogy nem hagyott bennem mély nyomokat. De nem, egy büdös szót nem tudok a családjáról. Az ő kvázi magánélete az valahol a rokonok és az ismerősök között valamiért nem lehetett téma. Szóval én tényleg nem tudok ebben mit kezdeni. És Géza bácsi, amikor megérkezett egy vasárnapi ebédre, hogy kell elképzelni Géza bácsit? Nem volt egy különösebben egy szál ember, tehát nem a maga Toldi Miklós jött be az ajtón, egy középmagasságú szikár, ahogy mondani szokták, az a rendkívül inas sportember, szóval az, aki nincsenek kigyúrt izmok, nem ez a gyönyörű, szép ilyen fitness termi figura, hanem egy elnyűhetetlen hosszú távfutó, aki reggel elkezd futni egy iramba, és délután 2-kor azért hagyja abba, mert már megunta. Amit én világéletemben levettem róla, az az, hogy nem ismerte talán azt a fogalmat, hogy fáradtság. Tehát amikor ő oda járt hozzánk, akkor ő már hát benne volt a korban. Tehát praktikusan ugye én 48-ban születtem, mondjuk 7 éves koromban, 55-ben, Géza bácsi, hát mennyi lehetett? Szerintem alsó hangon 50-60 éves. De akkor még egy robbanékony, dinamikus egyéniség volt. Tehát betöltötte a szobát. Bejött, és az embernek az volt az érzéke, hogy most ebbe a szobába bejött valaki. Tehát nem az, hogy egyszer csak úgy petén fergett oda egy ember, hanem egy személyiség. Tehát az, akire oda kellett figyelni, aki le tudta kötni mások figyelmét, és ez egy vonzó egyéniség volt. Én, legalábbis nekem a gyermekkori emlékeim azok ilyenek. Ez a trombitálás, ez hogy kell elképzelni? Ez tényleg igazi trombitán, vagy ez nem, a szájával? Nem, a szájával csinálta. Ez egy nagyon, nem tudnám megpróbálni sem utánozni. Ez gyakorlatilag az a hangzásvilág volt, mint amikor egy gyerek hallgat egy katona zenekart, ahol szólnak az erős fém fúvós hangszerek, és mellette megy az üsdob. És megvan a katona zenekarnak az a sajátságos ritmusa, ami az indulóknak a ritmusa, amire menetelni lehet, meg stb. Ez a ritmusképlet, és ehhez egy olyan intonáció, mintha fúvós hangszerekkel menne a háttérben. Nem lehet utánozni szerintem, szóval ez egyfajta ilyen gyakorlás kérdés, meg érzék kérdése, hogy valaki ki tud erre a hangzásra ráállni. Érdekes volt gyerekként, meg hát pláne. Jégkorongról mesélt valaha? Soha nem beszélgettünk a jégkorongról. Én apáméktól tudtam, hogy ő jégkorongozott. Apáméktól azt is tudtam, hogy azon a legendás Magyarország-Kanada 1-0 című mérkőzésen aktív résztvevő volt, tehát résztvevője volt, vagy tagja volt a győztes csapatnak, ami hát azért már gondolom akkor is elgondolkodhatott néhány embert ezen a földön.
mert Kanadát nem olyan sokan verték meg abban az időben, semmi jégkorongban. Ezek a ilyen szájhagyomány útján terjedő emlékei maradtak meg az öregnek bennem. De hát, ha részt vett ebben a ezen a mérkőzésen, akkor az minden túlmutat, szóval az valamilyen szinten überelhetetlen. Tehát, van a családon belül bárki, aki jégkoronggal magasabb szinten foglalkozott? Soha nem foglalkozott senki. Édesapám vívott, ami ugye abban az időben olyan családoknál, akik fegyveres testületnél, vagy katonaságnál, vagy ilyen helyen egyáltalán megfordultak, az egy teljesen természetes dolog volt. Apám 45 előtt rendőrtisztként szolgált, és mint ilyen a rendőrtisztként vett részt a vívósportban. Volt magyarországos rendőrtiszti bajnok, erről egyik legnagyobb ellenfeleként a Nedencki, már nem élő sem sajnos, de Nedeckinek a fiai még kell, hogy éljenek, és miután a Nedecki vívóként egyesületet vezetett, a BVSC-t, a gyerekek ott voltak mesterek. Most hol vannak, meg azóta hova kerültek, ezt már nem tudom. De ez a vonal volt, ahol édesapám mozgott, mint sportoló. 45-ben, amikor bizonyos események folytán ugye megszűnt a vívósport egy darabig, aztán 46-ba újra indult, akkor ő is újra kezdte, 48-ba ismét megszerezte az első osztályos minősítést, és hát meddig olyan 40-42 éves koráig versenyzett. És utána aztán mesterkedni kezdett. Többek között ennek okán én is elkezdtem. Aztán én is eljutottam az első osztályig, de soha nem voltam olyan tehetséges, hogy én egy válogatott Kelet környékére eljussak. Annak az egynek tudtam örülni, hogy viszont soha nem voltam sportállásban. Tehát én egész életemben, amíg vívtam, bár első osztályú voltam, ennek ellenére rendesen napi 8 óra munka, iskola, stb. Egyebek után jártam le a saját időmből még pluszban edzeni, és így jutottam el az egyéniben is, meg csapatban is az első osztályig. Így magyar bajnokságon voltunk 5-ek például csapatban, ez volt a csúcs, amit elértünk. De jégkorong a szóba nem jöhetett. Hát nekem egyébként se a lábam miatt, mert képtelen voltam normálisan korcsolyázni, de apám se semmilyen téli sportot, hát se sífutás, se korcsolya, se korcsolyázni tudott, de abszolút ilyen, ez a műjégen, ez a ilyen jellegű korcsolyázás, ez ment hölgyekkel párban. De mondom, még ő meg például még sízni se. Tehát én aztán elkezdtem síelni, mert úgy voltam, hogy nagyon hosszú volt a téli szünet, ami a vitorlázás és a következő vitorlázás között volt, és aztán elkezdtem síelni, mert úgy látszik, hogy a vívás az nem volt elég, tehát az csak hétköznap volt, de telt az élet. Géza bácsi, vagy csak a vasárnapi ebédeken találkoztak, igen, vagy bárhol máskor lejött önökkel egyszer-egyszer egyet ide a műjégre korcsolyázni, vagy abszolút nem? Hát ennek azért nem volt meg igazán a lehetősége, mert mi nem jártunk a műjégre korcsolyázni. Szóval ez már önmagában egy olyan kategória, hogyha mi nem járunk oda, akkor szegény hiába jött oda, mert mi nem voltunk ott. Azt nem tudnám megmondani, hogy amikor én mondjuk gyerek voltam, kicsi, akkor apám kijötte korcsolyázni a műjégre, mit tudom én, 1955-ben. Fogalmam nincs. Még akár elképzelhető. De hogy itt Géza bácsival találkozott volna, az megint csak egy kicsit a csoda kategóriájába tartozott. Nem voltunk mi téli sportolók. Tehát egyszerűen a családnak az érdeklődési köréből kiesett ez a dolog. Tehát apám is inkább járt, ugye télen vívott, vívómester volt, stb. Nyáron meg ő nem vitorlázott, ő a Dunára járt kilbóttal levezni.
Tehát ez volt a családi program, és a víz szeretete az megvolt. Tehát itt ebben nem volt hiány, csak más állapotban kedveltük, mint ahogy Géza bácsi. Géza bácsi nagyon kedvelte hideg jég halmaz állapotban. Mesélt történeteket az ő pályafutásáról, mert azt mondta, hogy vasárnapi ebéd, ott voltak az egész család, az ő magánélet az nem került szóba, de anekdotázott-e a gyerekeknek önnek, hogy bezzeg, amikor ott voltam az olimpián, bezzeg, amikor Európa bajnokságon voltunk. Abszolút nem mesélt. Nem. Nem, illetve hát lehet, hogy édesapámmal beszélgettek erről, mert hogy édesapám is aktív sportoló volt. Én még akkor gyerek voltam ahhoz, hogy aktív sportoló legyek, és nem igazán rögződött az emlékeimben semmi olyan, ami így olimpiával, sporttal, egyébbel kapcsolatos lett volna. Nem tartom elképzelhetetlennek, mert azért valamilyen szinten egy gyerekben a sport iránti érdeklődés és a sport iránti szeretetet valaminek föl kell ébreszteni. Tehát elképzelhető, hogy mesélt, csak nem tudom a mai eszemmel, már nem tudom a memóriámból előcsalni ezeket a paneleket, de az, hogy a családban a sport az annyira volt központi helyen, hogy apámék azért vettek televíziót, mert hogy olimpiáról már lesz közvetítés. És az utolsó szögig minden pénzt összekapartak, hosszabb ideig kellett ennek a következményeit viselnünk, de a 60-as olimpiát azt mi már tévéből néztük. De a mai napig is én naponta több óra sportot nézek, de ugyanakkor más nem. És jégkorongot is? Jégkorongot is, szigorúan. Különösen most, mióta jégkorongozóink idáig jutottak, bár soha nem jégkorongoztam, de azért a szemem annyira megvan, hogy föl tudjam azt mérni, hogy a magyar jégkorong bajnokságnak a színvonala az nagyságrendekkel lett jobb, mint például ezelőtt 15 évvel, vagy mint amikor még én jártam gyerekként meccsel, mert a Ferencváros az régen a magyar jégkorong egyik etalonja volt. A másik az Újpest volt. Amit ez a két csapat művelt, azért önmagáért érdemes volt, ugyanúgy megvolt a jégkorongban a derbi, mint ma a futballban. Csak ma az Újpest egy kicsit jobban, a Ferencváros még jobban visszaesett. Sajnos nem az a szint, ami volt akkor. Én még arra a csapatra emlékszem, ez a Jakabházi, Svalm, Német, akkor Treplán, aki aztán átment a Dózsába. Nagy bűn volt. Ki volt még? Grimm. Tehát én ezekre a nevekre emlékszem így vissza abból a csapatból, és hát az egy élmény volt meccsre járni. Szóval fedetlen jégpályák, Isten szabad ege alatt, mínusz 8 fokban tomboltunk a tribünön, baromi jó volt. Még a Megyeri útra jártunk ki, azt én soha nem fogom elfelejteni, amikor az újpesti Dózsa labdarúgó csapata egy pont különbséggel elvesztette a magyar bajnokságot a Ferencváros előtt, vagy mögött, bocsánat, és abban a bajnoki szezonban ez a legendás újpesti csatársora, Bene Dunai 2, Zámbó, egyebek, Göröcs, ez a legendás csatársor, ez 102 gólt rugott a bajnokságba, ami egy hatalmas teljesítmény volt, de egy ponttal kevesebbet szereztek a végén, mint a Fradi. És emlékszem, hogy volt valami Újpest futballmeccs, talán nemzetközi kupameccs a Megyeri úti stadionba, és a stadion mögött volt az Újpestnek a hoki pályája, ami ugye két egymással szemben megépített szabadtéri lelátó volt, és közte a pálya, és mi a hoki meccsre jöttünk ki. És hát szavalókórus az működött akkor is, csak akkor még nem az volt, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan, meg drasztikus kifejezések, hanem ott akkor az volt a szavalókórus, amikor megjöttek az újpesti jégkorongozók, hogy 102 gól, 102 gól.
Tehát az, hogy ennyit rúgtatok a bajnokságba, de másodikok lettetek. Tehát mi ilyenekkel zrikáltuk egymást. Tehát az egy, hogy mondjam, egy Fradi-Újpest meccs az, az egy 4-5 órás egész délutánt és estét betöltő program volt. Ez a meccsnek volt kedvenc csapata? Erről beszélt? Nem tudom. Valaha? Nem tudom. Nincs. De azt feltételezem, hogy, hogy én a családban mást, mint a Ferencváros nem hallottam. Szóval most itt nem akarok magunknak szenti emléket állítani avval, hogy hát mi vagyunk a legrégibb szurkolói ebben az országban a Fradinak, de, de ez valahol tényleg egy ilyen családi hagyomány volt, hogy, hogy nem lehet nálunk másnak szurkolni, mint a Fradi. És az az érdekes, hogy én mondjuk sokat meséltem a gyerekeimnek, és mindig Fradi meccsre vittem ki őket, tehát kvázi azt ők mindenképpen látták és hallották, hogy, hogy a családban van egy ilyen Ferencváros mánia, de sehol nem kényszerítettem őket arra, hogy ők is Fradi drukkerek legyenek. De hála Istennek kényszer nélkül a dolog működik, úgyhogy lehet, hogy mi a kék vér helyett zöld vérrel dolgozunk. Úgyhogy nem tudom. Érdekes. Géza bácsi mikor halt meg? Van erre emléke? Nincs. Merem. Budapesten élt egyébként? Budapesten élt, hát különben nem lett volna olyan könnyű eljönni hozzánk egy vasárnapi ebédre, csak úgy pikpakra. Tehát Budapesten élt. Valami olyan rémlik nekem, hogy valahol, mintha Pestnek nagyjából ez a Dózsa-György út alatti környékén. De ezt most hadd ne tudjam. Szóval ez valamiért van egy ilyen emlék, hogy mintha Dózsa-György úttól a város felé. De, de azt tudtunk, hogy Budapesten él. Érdekes, hogy így, így a városban, tehát hogy összefutunk a városban, és akkor találkozunk, megbeszéljük. Ilyen nem volt. Tehát az volt csak, hogy megjelent nálunk így egy-egy viszonylag ritka időszakonként egy-egy ebédre, akkor találkoztunk vele. Azt nem tudom pontosan, hogy, hogy meddig élt. Édesapám egyszer, mintha hazajött volna, de hát ennek a dátumára hadd ne emlékezzem, mert miután Géza bácsi sem volt azért állandó vendég a családban, ezért az az információ, hogy képzeljétek el, Géza bácsi meghalt, ez biztos, hogy elhangzott. Nekem ilyen rémlik, hogy elhangzott, de hogy ez most mikor volt. És arra is emlékszem, hogy még a temetésen sem voltunk kint. Még az is elképzelhető, hogy nem is kaptunk erről értesítést. Tehát nem tudom, érdekes. Én egy-két apró dolgot úgy megfigyeltem a mi családunkban, hogy valamilyen oknál fogva ez a család, ami így a évkönyvek tanúsága szerint mondjuk elég szerteágazó, ez döbbenetes módon nem tartja a rokoni kapcsolatokat. Tehát nekünk, vagy nekem nem voltak olyan emlékeim, hogy valamelyik lator rokonnal rendszeresen összejártunk volna. Nincs. Nincs. Tehát olyan volt, mintha a mi családunk egy ilyen egyetlen gyermekekből álló ág lett volna, ami eljutott valameddig, mert hogy mindig született egy lator és fiú volt, és akkor ez így a név fönnmaradt, és jött tovább, 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 de mintha nem lett volna rokonunk. Nekem a legnagyobb meglepetésemre egyébként, a Balatonon találkoztam össze egy szintén szegről végről rokon, mert azért azt az egyet biztosra veszem, hogy aki ilyen névvel él, az mind rokon. Mert nem hiszem, hogy valaki ezt a nevet fölvette. Tehát ez valamilyen úton módon ez öröklődött csak ez a név, és ezzel a névvel mindig rokonokkal találkozhat az ember. Hogy mennyire közeliek, az más kérdés, de hogy ez valamilyen úton módon visszavezethető, ugye Krisztusig, mint erről beszélgettünk korábban, de most találkoztam egy
akivel tartom valamilyen szinten a kapcsolatot, és azt kell, hogy mondjam, hogy ő az egyetlen olyan Lator rokon, akivel tartom a kapcsolatot. Jézusban csak lényegében egy ilyen legendás alak volt a családon belül, aki egyszer megjelent, egyszer eltűnt, amikor ott volt, akkor trombitált, de csak a szívvel lehet emlékezni. Igen, hát ez körülbelül az a kategória, tudja, ez a ki volt a legnagyobb angol lovag. Hogy hát Lancelot volt a legnagyobb angol lovag, aki egy legenda volt, nem is ismerte senki, nem is járt senkihez, de ő volt a legnagyobb lovag. Tehát Géza bácsi a családban egy legenda volt, akiről mindenki beszélt, nem nagyon jártak vele össze, nem igazán tudjuk a baráti körét, nem igazán ismerjük a rokonokat, nem a közvetlen rokonokat, gyerekeit, de Géza bácsi, Géza bácsi.